A vádírat szerint a férfi 2022. november 22-én késő délután sötétben Török Miklós lakóterületén hajtott kerékpárral enyhe fokú ittas állapotban. A férfi a kerékpár hátsó csomagtartóján vitte az élettársát. A férfi egy kereszteződéshez érve ahol az áj elsőbségadás kötelező jelzőtábla biztosítja a forgalmi rendet, nem állt meg a kereszteződésben, tovább hajtott. Így ittasságából adódó figyelmetlensége miatt egyáltalán nem vette észre a neki balról érkező személygépkocsit, ami elé féktávolságon belül bekerekezett és azzal összeütközött. Az ütközés miatt a férfi és az élettársa is leestek a kerékpárról az úttestre. Az útestre esett férfi többszörös csontörést és zúzódásos sérüléseket, míg az élettársa szintén csontörést és hámsérüléseket szenvedett. Az ügyészség a férfival szemben próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetés kiszabására, valamint közúti járművezetéstől eltiltásra tett indítványt a vádiratban. Az ügyben a Szolnoki Járásbíróság fog dönteni.